Gazdasági élénkítés a jó gyakorlatok tükrében. Ezzel a címmel indult országjáró előadássorozat, amelynek célja, hogy minél több nő kerüljön vissza a munkaerőpiacra a gyermeknevelés mellett. A rendezvény első állomása Máté Szalkán volt. Nagyon nagy örömmel fogadták, hogy végre a nőkről úgy beszélhetünk, nem mint csak az édesanyákról, hanem mind a munkavállalók, a gazdaság életben résztvevő vezetők nőkről, és nagyon örültek annak, hogy ennek ők hangot is adhatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében gyorsabban nő a foglalkoztatás, mint az uniós átlag, közölte Szalai Piroska miniszteri tanácsadó. 2010 és 2016 között a foglalkoztatottak száma 50 ezerrel nőtt. Ehhez a nők is jelentősen hozzájárultak, hiszen az inaktívak száma csökkent. Ebbe a csoportba tartoznak azok, akik nincsenek jelen a munkaerőpiacon, így például az iskolába járók és a gyermeket nevelők, akik szintén dolgoznának, de csak részmunkaidőben tudnák őket foglalkoztatni. Nagyon fontos azt látni, hogy ez a magyar növekedés, ez nem csak a munkanélküliek számának csökkenéséből adódik. Szabolcs-Szatmár megyében az elmúlt 6 évben ez az 50 ezer fős növekedés, foglalkoztatás létszám növekedés mellett körülbelül 10 ezer fős munkanélküliség csökkenés volt. A maradék 40 ezer fő az az inaktívak számának csökkenéséből került be a foglalkoztatottak közé. Azért jelentős ez a dolog, mert 2010 előtt nem volt senki, aki a munkanélkülieken kívüli körre is oda tudjon figyelni. A 2010 utáni kormányintézkedések voltak az elsők a magyar gazdaságban, amelyeknek az volt a célja, hogy az inaktívak száma is csökkenjen. Ez a pozitív változás pedig nem csak a magas foglalkoztatási rátájú megyékre, mint például Győr-Moson, Sopron vagy Pest megye volt jellemző. Szabolcs megye lemaradása is folyamatosan csökken és egyre közelebb kerül az uniós átlaghoz. A kormány több szempontból is támogatja a nők foglalkoztatását. Erről Kovács Sándor országgyűlési képviselő beszélt a rendezvényen. Sok irányból lehet megközelíteni a nők foglalkoztatását, vagy a nők szerepe a gazdaságban. Legelsően talán a család kifejezést használom, a családi adókedvezménnyel, a gyes különböző fokozatával, a gyes extrával, a gyessel kapcsolatos második gyermek is ugyanúgy kaphatja az első gyermek mellett a gyest, a diplomás gyest, amikor a diplomás munkáját végző, vagy a főiskolán tanuló, egyetemen tanuló nő is igénybe veheti, és azt gondolom, hogy még 1000 helyen munkaidőkedvezménnyel, részmunkaidőknek a igénybevételével mind-mind hozzá az, hogy a nők valóban a társadalomnak egy olyan hasznos tagjai lehessenek. Az országjáró rendezvény célja, hogy a korábbi pozitív tapasztalatok továbbadásával egyre több nő kerüljön vissza a munkavilágába, foglalkoztatottként vagy vállalkozóként egyaránt.